Sziasztok, Marika vagyok. Hát most azért jelentkeztem be, mert ki akarok menni, mert akarom nektek mutatni, hogy a férjem mit csinált nekem, hát meg nekünk, ugye. Még megmutatom a palántjaimat, mert a férjem most üzel be pont, hát jókor állok neki videót készíteni. Mert ugye elvetettem a paradicsommagot is, aztán azt nem is mutattam. Szépen ki vannak kelve. Meg hát azért jelentkeztem be legfőképpen, hogy megköszönjem nektek ezt a sok feliratkozást. A 5000 feliratkozót elértem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm az újakat is, a régieket is, meg azt a sok kedves hozzászólást, amit küldtek nekem. Tényleg nagyon kevés a bántó, mert azért néha van, de egy-két hetente esetleg egy-egy. Legutolsó az volt, hogy milyen hülyén beszélek, mert ugye hát nem beszélek én annyit, meg hát én nekem nem az a foglalkozásom volt, hogy beszéljek. Meg ugye csináltottam a fogamat, azt is ugye előtt nem volt az embernek rendesen itt meg a fogamat, mert ugye nem úgy volt, most az orvos másképp csinálta. Úgyhogy hiányzott egy fogam, lehet, hogy azért is az ember olyan egyoldalasra beszél, de lehet, hogy most is úgy beszélek, nem tudom, nem nézegetem magamat így ebből a szempontból a tükörbe. Lefotóztam a rossz hozzászólást, már kettő van, de hát most nem gyűlik. Most mikor elhatároztam, hogy majd csinálok róla egy videót, most nem gyűlik a rossz hozzászólás, hála Isten mondjuk, mert úgyse szívesen írnám, vagy mondanám el, hogyha igen rosszakat odaírtok, de hát azért nem ám, hát mindenki figyelembe veszi, hogy én már egy öreg asszony vagyok. Na. Hát végül is ezt akartam elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm a sok feliratkozást, meg hát köszöntöm az új feliratkozókat. Remélem jól érzitek magatokat itt a lassú beszédemben, mert ugye az én beszédem az ilyen lassított felvétel, de végül is azt akarom, hogy elmondjam, amit ahogy csinálom, meg hogy ti is azért valamilyen szinten megértsétek. Pláne a kezdők, ugye, hát aki meg annyira, hát nem is kezdő, hanem csak úgy szereti hallgatni a beszédemet, az meg úgyis véghallgatja. Meg hát ugye rakok fel azért érdekes dolgokat is, de végül is én ugye azért is kezdtem az egészet, a kovászos kenyér végett is, meg hát ugye a kislányom végett is. Meg ugye ott egy YouTube-os fiatalembernek a megjegyzése által is, úgyhogy voltak inspirációk, vagy hát hogyan mondjam, noszogatások. No. Hát, ja, hát mégis is már újra nem kezdeni, már megmondom őszintén, mert ez katasztrófa. Például az adózás, meg minden az katasztrófa, mert ugye most kell elkezdenem az adót fizetni, mert hát muszáj, mert nem akarok se börtönbe kerülni így 65. évemben, meg se egy nagy büntetés nem akarok a nyakamba vágatni, mert azt nem bírnám ki a kevés nyugdíjamat. Aztán kegyetlen, komolyan, hát legalább olyan, nem is tudom mennyit, 70 ezeret kellene kapnom a videóim után, hogy én nekem legyen egy kis bevételem, ugye mondtam, hogy megcsináltam a laptopomat, meg a telefont, amivel veszem föl, arra is 12 000 fizetik, mert ezt csak arra használom, már simkártya a másik régi telefonomban van, hát az is jó, addig azzal csináltam a videókat, amíg ezt nem vettem meg, csak azért szerintem ezzel egy kicsit jobb, mert ez jobb telefon, jobb videók készülnek. Na, de hát ugye annak a pénznek, én a felét se kapom, és éppen most számogattam, ha kifizetem az adót, meg a könyvelőmet, ugye fogadtam könyvelőt, akkor én nekem körülbelül 5000 forintom marad, de legalább maradt egy 5000 forintom, hiszen csak szórakozok, ugye. De azért ez katasztrófa tényleg, amit ebbe az országba megy így ebből a szempontból, mert aki mondjuk 12-11 milliót kap évente, az is ennyit fizet, mint én most, aki, mit tudom én, hát mennyi, pár százezer azért lesz, biztos éves szinten, hogyha nem romlik a helyzet. De hát ha az vesszük, hogy egy
300 ezer forintos bevételnél ott egy fillérem nem maradna, mert ugye körülbelül 33-34 ezer forint körül van a havi kiadásom, és akkor még kell én nekem majd évvégén mást is fizetnem ide az önkormányzatnak, meg a nem is tudom kiknek, még most elfelejtettem hirtelen, mi a szakszabuk. Na, szóval így jártam. Na, így jártam. Ugye nem kellett volna az amerikai példát vennem alapul, ahol ugye nem adóznak. Mert ott már úgy kapják meg a pénzt, hogy le van búva szinte tisztát. Gondolom én, hogy tisztán. Legalábbis én így tudom, hogy ott másképp van. És ugye én azután indultam el, meg hát nem is tudtam magyarozni kell. Nem is gondoltam bele. Úgyhogy, na, így jártam. Így jártam. Hát amíg lesz kedvem, addig csinálom. Amíg rá nem fizetek. Most a könyvelővel arról beszéltem, hogy amíg nem fizetek rá, 1-2 ezer forint marad nekem is, addig csinálom. Aztán, ha már tényleg olyan kicsi lesz a nézettség, már nem tudok mit fölrakni, csak kenyereket, meg süteményeket, mert ugye én ételeket nem tudok olyan sok mindent, mert én direkt azért nem csinálok külön ételt, hogy nektek is mutassak valamit. Hát ha, mit tudom, hogy annyira kéritek esetleg, akkor még most is tartozok egy-két videóval, amiket megígérgettem. Igen, hát hogyha nem lesz annyi bevételem, mondom, akkor abba hagyom. Mert azért ráfizetni nem akarok, nem olyan sok a nyugdíjam, úgyhogy én nem akarom a nyugdíjamat azért kidobálni, hogy csak úgy rakjak föl videókat az utókornak. Hát majd eldöntöm. Ja, akkor megmutatom a palántjaimat, meg megmutatom, hogy a férjem nekem mit csinált. Hát meg közös, ugye? Mert az övé is, nem csak az enyém. Akkor megmutatom a paradicsomot. Ez ilyen gömbölyű fajta, de futós, fel tud menni 3 méterre is. Az ilyen kicsi láda, tudjátok, ez amit lehet venni. Ez meg egy hosszú virágcserép. Ez is ugyanúgy futós, megnő, ez is 3-5 méterig is. Ugyanúgy, mint a másik. Csak ez ilyen hosszú, ilyen kis szűk paradicsom, nagyon ízletes, nagyon szeretjük. Akkor itt van egy paprika, hogy milyen fajta, alba regia. Akkor itt van a 2 halapenyó, most akarom őket megöntözni, de alulról öntözöm ám különben, de még van benne nedvesség látni. Hát remélem jó lesz, ilyen szép, itt az ablakban van, látjátok. Most megmutatom a másik ablakba is. Már szeretném, ha kikerülnének innen, mert már ablakot kellene pucolnom. De majd mutatom, hogy hova fognak kikerülni. Na, ez a citrompaprika, alma paprika, legalábbis azt hiszem, mert a túlsó felén van az írás, nem innen, de hát más nem lehet, mert ugye azt hiányzik pont. Ez a sárga kaliforniai. Ez, amit én vettem, halapenyó, hát ez katasztrofális, így meg van nyúlva. Nézzétek meg, ez 10 centi körülbelül, vagy még 13 is van. Meg egy csomó kiveszett, már úgy kiveszett, hogy kis, meg se nőtt. Meg sem nőtt. Vannak benfüvek. És akkor ez meg ez a piros kaliforniai, hát ezek tűrhetőek, de ugye majd be fognak ám erősödni. De ez katasztrófa, ez a halapenyő. Amit a fiam vett magot, az méregdrága mag, az jobb. Kegyetlenül fúj a szél, de talán normális lesz a felvétel, most kimegyek. Mert raktam szivacsot ide a telefon végére, úgyhogy remélem nem fújja szét a beszédet a szél, majd meglátjuk. Na, ide nézzetek. Meleg ágy. Meleg ágy lesz, még nincs kész, még nincsenek polcok. Nagyon fúj a szél, remélem azért nem zavaró. Bemegyek. Úgy csinált a férjem ilyen.
Ez egyszerű volt, meg egy ilyen kampó. Csak most nem tudom. Ajj, de ügyes uram van nekem. Hát itt egy-két fokkal melegebb van. Ide ilyen használt nájront rakott, mert nem lehet emenni most hazuról. Úgyhogy nem tudtunk venni újat. Ez meg üveg. Itt üveg van. Három polc lesz. Aztán lesz itt áram is, úgyhogy ha igen hideg lesz, akkor egy százas égőt lehet égetni egész éjjel. Még akár nappal is. Vagy valami fűtés kitalálok ide, égetek gyertyát. Az is nagy meleget tudám csinálni. Egy egész konyhát egy liter víz fölfűt. Egy-két fokkal melegebbet tud csinálni. No. Na, jól néz ki, igaz? Még a tetejét majd még ilyen ezüsttel levonja. Itt is. Mondtam neki, hogy így csinálja meg, de ma lehet, hogy magától is így csinálta volna meg. Na ugye ez veri vissza a fényt. Úgyhogy világosabbat kap innen is, nem csak kintről. Na, hogy tetszik nektek? Jó, ugye? Szerintem jó. Jó. Hát én nagyon örülök neki, már rágom a fülét neki. Már, hú, már egy pár hónapja rágtam a fülét, hogy ide az milyen jó lenne. Itt a faház mellett. Sőt, ott van egy fürdőkád, ugye most kicseréltük tavaly a fürdőkádat zuhanyra, mert a gömbölyű volt az alja, és állandóan inogtam benn, és utáltam, na komolyan. Mindig azt hittem, kipotyogok belőle, ugye már zuhanyoztam, én nem feküdtem bele a vízbe. Az milyen jó lenne kemencének, ugye? De hát azt nem erőtetem, mert akkor sok kenyeret kéne sütni, hát 3-4-et legalább, hogy ez megteljen, különben nem lenne érdemes felfütteni. Sindő van a tetején. Papa, bemutattam a művedet. Ja, igen, jó lett a belső zárás is. Ja, még a tetejére raksz ilyen ez is, csak ugye. Azt szabom most le, aha. Tetejére, meg a polcra, azt akkor meg lesz. Ja, igen, jó lett. Ja. Meg majd ugye szúnyogháló még aztán. Ja, hát lassan elkészült, de úgyis a héten olyan rossz idő van. Így van. Így van, még ügyse lehet neki hozni. Aha, nem lehet, égetni kéne a villanyt, aztán annyiba kerülne, mint ha megvennénk. Hát igen. Kívülről rád reteszelem, akkor hogyan jössz ki? Ha kívülről rád reteszelek, hogyan jössz ki? Bezártam. Érenzetek, de szép az a gyöngyike. Most kezd nyillani. Ezt a hagymát meg nem is mutattam, látjátok, hagymát is vetettem. Vagy mutattam? Nem is tudom már. Ilyen gyönyörű. Ezt ahogy kibújt, egyszerre kihoztam ide az erkélyre. Itt a hátul van egy nagy erkély. Úgyhogy ez nem fázott meg. Mikor olyan mínuszok voltak, akkor is kint volt. Ott a végén a mag, látjátok. Ott a végén a mag. Ezt öntözni kell, mert ha megsárgul. Ha sárgul a hagymátok, az attól van, hogy vízhiánya van. Igen. Na jó, mert remélem tetszett nektek ez a videó. El is búcsúzok ezzel. Sziasztok!